tűztövis. Ugye ez nem összekeverendő a tűztövissel, ugye az elmúlt évtizedekben ugye sokan ismerték a tűztövis lakótelepeken mindenhol. Hát a homoktövis az így néz ki, autópályák mentén is most már lehet látni. Nekem itt van egy ilyen állománya, mert kicsit egy ilyen hűvös tavasz volt most, egy ilyen hűvös, mindenféle rossz tulajdonságokkal rendelkező tavasz volt ez a 2021-es. Ugye ezeknek jellemzően narancssárga bogyóik vannak, és akkor ugye a bogyó méret, meg szín, meg mit tudom én, egy csomó tulajdonság, ami a gyümölcset, ezt mondom, a gyümölcsét érinti, ezekben különböznek az egyes fajták. Amúgy, ha így ránézünk, akkor élő ember nem mondja meg, mi a különbség. Biztos van olyan homoktövis szakértő, aki úgy megmondja a fajtákat ránézésre. Azért szeretném megismerni és bekötni a cipőfűzőt, de nem tudom, szóval szerintem nincsen igazából, de simán lehet, hogy valaki csak ennek szentel az életét, és akkor egy idő után már így megismeri. Címke nélkül nem is lehet megismerni, úgyhogy mindenképpen egy porzóst és ahhoz képest termőseket kell ültetni. Egy mindent kibíró, brutális töményről van szó. Úgy nő, ahogy nő, de most ez azért nagyon fontos, mert ugye a fogyasztói társadalom alapján megbolondított növényképünk szerint nagyon sokan azt mondják, hogy hát nem is olyan szép növény ez a homoktövis, akinek nem tetszik, az ne vegyen. Hát ennyire egyszerű, jó? Tehát valakinek nem tetszik a homoktövis, az ne zsibbassza a kertészeket, legyen olyan szíves, és hogy néz ki, mert így néz ki, hogy a Jóisten megteremtette. Erről nem szeretnénk nyitát vitni. Így néz ki, rendszeresen vannak ilyen leszáradó ágrészei. Ez egy Friesdorfer orancs, gyönyörű szép narancsárga bogyója van, homoktövis, tehát tövise van, tehát itt van ezek a tövisek, de azért nem tudom, embert azért nem lehet vele ölni, de azért úgy tud karcolni. Ez egy ilyen 3 literes cserébe van beültetve, gyönyörű szépen be van gyökeresedve, és akkor ezeket ültetjük. Hát na most, igen, tehát hogy azért ezt ne úgy képzeljük el, hogy akkor van egy 5 méteres kertem, és a szélére akarok egy sövénysort ültetni ebből a homoktövisből, hát lehet éppenséggel, de azért azt tudjuk, hogy hát ezek itt mögöttem tölgyfák éppenséggel, de mondjuk itt van egy fiatal tölgy, mint egy 10 éves tölgy, 15 éves lehet körülbelül, hát ekkorára gond nélkül megnő egy ilyen homoktövis, jó? Tehát ide ültetek egy homoktövist, ez egy ilyen, mint egy ilyen nagy kazal, tehát így terjed, egy óriási kazal lesz belőle. Tehát ez az a növény, amit évente egyszer radikálisan meg kell nyírni, mert különben elvesztünk. Tehát különben tényleg kiszorít bennünket a kertünkből. Ugye nincsen agresszíven terjedő növény, csak lusta kertbarát. Tehát olyan nincsen, hogy egy növény az így kiszorít bennünket. Nem mentünk ki, évente egyszer legalábbis nem nyírtuk meg. Ez a mi problémánk. Na tehát lényeg az, hogy porzós és termős homoktövis van. És hát azért legalább úgy ültetném sövénynek, hogy legalább egy méter helye legyen, de igazából a másfél-kettő még jobb. De most szabadálló sövénynek is lehet, hogy tényleg van egy óriási tanyánk, az biztos, hogy első osztályú kerítés, jó? Tehát hogy azért ebből, most mit tudom én, most elgondolom, hogy ideálisan mondjuk legalább legyen 1-1,5 méter széles, és mondjuk legalább egy 3 méter magas, sünöknek alul lakás, énekes madaraknak fészkelőhely, csodálatos, tényleg, tehát klímaváltozás az akármennyi rossz arcát fogja mutatni, a homoktövis az meg fog élni Magyarországon. Ugye a terméséről ugye különböző oldalakon ugye ódákat zengenek, amiket hát persze én is osztok. Nekem most itt a feladatom, hogy magát a növényt bemutassam. Így néz ki a növény, ebben a formában lehet őket nagyon szépen telepíteni. Most itt valamelyik mellett éppenséggel mondjuk van egy bambuszkaró, de hát ez most pont egy hergó nevű fajta. De amúgy teljesen mindegy, hogy van-e bambuszkaró mellett, vagy nincs bambuszkaró. Picit ilyen ferdén nőhet így az elején, beültetjük egyenesen, és gyönyörű szépen nyírjuk. Tehát mondjuk, hogyha egy ilyen másfél méter széles, mondjuk 3 méter magasságban, akkor én azért mondjuk méterenként egyet tennék, vagy maximum 80 centire tennék egyet, de sűrűbben semmiképpen nem, és ez évente egyszer jó alaposan, mondjuk egy tavaszi időszakban, március végén, április elején jó alaposan megnyírnám. Első évben adhatunk neki rengeteg vizet bármennyit adhatunk később is, de elsőben rengeteg víz és tápanyag, utána nagyjából, hogyha a következő 50 évben nem nézünk rá, akkor a növény az szépen meg fog élni, annyi, hogy mindig nőni fog. Sarjakkal is tud terjedni, de azért nem kell attól félni, hogy a homoktövis az elönti a kertünket, de nagyon szépen tud. Erőteljes növény, tehát hogy most itt hagynám ezeket a konténerbe, előbb-utóbb azért átszakítják a konténert és levetik magukról, nyilván azért kell az egy 5-10 év, hogy egy növény egy műanyagot legyőzzön, de legyőzi. Szóval a lényeg az, hogy a homoktövis az jó növény, bátran ajánlom, tudom, hogy bármelyik kertbe kikerül Magyarországon, nem lesz vele probléma, hogy nem maradt meg, meg mi van vele 2 év múlva, szóval ez élni fog, amíg világ a világ. Tökéletes válasz arra a kérdésre, hogy mit ültessek most már aztán, hogyha klímaváltozás van, ami sajnos elérte Magyarországot is, és a kertkultúránkban ezt többé nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Úgyhogy homoktövisre fel, ésszel és erővel, de ültessünk homoktövist.